Amíg a gazdasági válság időszakában 2009-ben mindössze 15 ezer használt autót importáltak Magyarországra, 2018-ban ez a szám már a 160 ezret is megközelítette. A köztes időszakban az emelkedő tendencia folyamatos volt, ám a tavalyi évben csekély mértékű 2%-os visszaesés volt tapasztalható. Összességében azonban így is csúcsot döntött a használt autópiac 2019-ben, tudtuk meg a Magyar Gépjármű Kereskedők Országos Egyesületének alelnökétől. Teljes használt autópiac kb. 860 ezer darab adásvétel született 2019-ben, ez mindenképpen rekord. Hozzá kell tenni, hogy azért ebbe duplikálások is vannak, nevezetesen a használt autókereskedők által adott gépkocsik azok ilyenkor kettőnek számítanak. Az új autópiacon is rekord született, 2008 óta számítva, még azért nem értük el a válság előtti szinteket, de ha jól tudom, 150 ezer körüli új autó teljeztek forgalomba. Gulyás József hozzátette, az autóvásárlás egészének fellendülésére pozitív hatást gyakorolt a kormány családvédelmi akcióterve is, ám az erre a célra felhasználható két elem más és más módon alakította a piacot. A 7 személyes autókra 2,5 millió állami támogatás vett igénybe, de ez hangsúlyozottan csak az új autókra vonatkozik. Ebből kifolyólag a 7 személyes használt autópiacán viszont egy pici visszaesés van emiatt, hiszen kivenne mondjuk 2-3 éves 7 személyes autót, hogyha újat tud venni 2,5 milliós kedvezménnyel. A másik dolog itt megjelent a családvédelmi akciótervben a 10 milliós babaváró támogatást, amit akár új vagy használt autó is lehet folytani. Itt nyilvánvalóan egy pici növekedés tapasztalható, vagy ezáltal sokan vásároltak így is új vagy akár használt autót is. A tavalyi év adatai azt mutatják, hogy a hazai átírások esetében az alsó középkategóriás és a kisméretű autók domináltak. A legkeresettebb típusok az 5-10 éves benzinesek közül kerültek ki, az elmúlt évekhez hasonlóan pedig 2019-ben is az Opeleket, a Volkswageneket és a Suzukikat vették a legtöbben. A magyar utakon futó autók átlag életkora ma 14 év, ez rosszabb az európai átlagnál, ám minimális javulás már érzékelhető volt az elmúlt években.